Ezeknek az embereknek, akikről most beszélünk, gyakorlatilag egy igen jelentős része cigány származású ember, és itt nagyon fontos, hogy egyáltalán meg kell nekik tanítani először azt, hogy mi az, hogy munka. Én most nem szeretném ezt itt értékelni, hogy jó ez a közmunkaprogram, nem jó, hanem egyszerűen erre szeretnék reagálni, hogy önök szerint, tisztelt képviselőtársaim, mi az üdvösebb? Ezeket az embereket megtanítani a munkára, belevezetni a munkavilágába, vagy hagyni őket, hogy továbbra is a tisztes adófizető polgárok vérén parazitaként élősködjenek. Ez itt a kérdés, el kell dönteni, hogy melyik úton induljon el az ország. Én szerintem az a tisztességes út, ha mindenkit visszavezetünk a munkavilágában, és az fog enni, aki meg is dolgozik érte. Köszönöm. Köszönöm. Mielőtt megadnám a szót további 2 perces hozzászólóknak, szeretném jelezni, hogy kérem az adott ajánlási pontot megjelölni, amikor a felszólalásokat megteszik, kedves képviselőtársaim. Megadom a szót 2 perces hozzászólásra Varga László képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A 9-es, 10-es és 12-es ajánlási pont szám alatt található javaslataink szellemében kívánnék hozzászólni, és ezeket indokolva mondanám el azt, hogy nyilvánvalóan Egyed Zsolt képviselőtársam sem gondolhatta komolyan és teljesen általánosítva, amit mondott, hiszen valóban nem tagadja el senki, hogy vannak a magyar társadalomnak olyan részei, akik sajnálatosan nem tudtak beleszocializálódni a munka világába. Ezt nem vitatja senki, de az is vitathatatlan, hogy nagyon sokan nem találtak munkalehetőséget az elsődleges munkaerőpiacon. Vannak ilyen kistérségek, ezt önök is tudják, tehát nem is akarok én ezen vitázni, szerintem ezt mind a ketten hasonlóan látjuk. Ugyanakkor a szemléletbeli hozzáállásunkat azt bemutatta, hogy már a bajnai kormány bizonyos szociális módosításai kapcsán 2010. január 1-től egy családba csak egy rendelkezésre állási támogatás folyósítása történhetett meg, a család másik család fenntartóját úgymond pedig közmunkával igyekezett az előző kormány ellátni, tehát lehetőséget kívánt neki biztosítani arra, hogy megfelelő bért vigyen haza, amely egy hátrányos helyzetű kistérségben kenyeret ad az asztalra. Tehát ez a szemlélet volt ebben a dologban, és ez a szemlélet nem a mindenképpen rendészeti probléma szemlélete, hanem a mindenkinek esélyt szemlélete. Tehát abban különbözik az alapállásom ebben a tekintetben, hogy én nem vagyok hajlandó azt a helyzetet elfogadni, hogy azt gondoljuk társadalmi csoportokról, emberek tömegeiről ebben az országban, hogy ő már pedig az ő helyzetén, szocializációján nem lehet változtatni. Azt gondolom, hogy olyan szabályozókat kell állítani, hogy ez változzon, de olyan bérért, amelyért megfelelően el tudja látni a családját. Tehát ebben gondolunk mást, és azt hiszem, hogy abban, amit önök gondolnak, abban a magyar társadalom egy részéről lemondanak. Tehát ez tényleg a legnagyobb jó szándékkal mondom, ezt szerintem gondolják újra, a vidéki térségekben, elsősorban a hátrányos helyzetű térségekben valóban tömegével vannak emberek, akik nem tudnak egyébként az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszállásra megadom a szót Jámbor Nándor képviselő úrnak, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársak. Vágó képviselőtársamat szeretném megnyugtatni, aki már itt tömegeket szállító buszokat meg vonatokat vizionál, ettől nem kell félni. Amennyiben nem lesznek a módosító indítványok, az általunk beterjesztett módosító indítványok a 14-es, 18-as, 29-es pontok a kapcsolatban a kormány oldalról, tehát a programba bevonni kívánt személyek közötti differenciálás nem fog megvalósulni, tömegével fogják elutasítani az emberek a programban való részvételt, és inkább választják, hogy lemondanak a támogatás összegéről. Persze ez az önök eredeti szándékához fog csatlakozni, amit már előző felszólalásomban említettem. A másik dolog pedig a bűnözéssel kapcsolatban. Tehát biztos vagyok abban, hogy a szociális rendszeren úgymond önmagukat ilyen módon kívülhelyező emberek, akik nem csak a lecsúszó középosztályból fognak kikerülni ezek az emberek, hanem a legalsóbb rétegben megtalálható, mondjuk a cigányság körében nagy számban megtalálható emberek is
vissza fogják utasítani ezt a programot, mert hát lehet, hogy egy kicsit többet kell, meg nagyobb területet kell majd bejárni, hogy megszerezzék a mindennapi megélhetéshez szükséges javakat, de sokan lesznek ezzel így, és ez bizony egy közbiztonsági problémát fog súlyosbítani. Én nem kívánom ezt a történetet, és úgy gondolom, ezt a Jobbiknál is sokszor kifejeztük, hogy általában a cigányságról beszélünk, akkor elmondjuk azt, hogy nem a teljes cigányságról van szó. Hisz vannak a cigányságon belül is különböző társadalmi szinten, és különböző mértékben szocializálódott emberek. De valljuk be, széles tömegek vannak, akik nincsenek egyáltalán szocializálva. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszállása, megadom a szót Göndör István képviselő úrnak, MSZP. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A 2 percesekben valóban reagálunk, de majd én is fogok később külön szót kérni. Csak az, amit most Volner képviselő úr óta 2 percesekben kimondtakozott. Szóval az az én gondom. Egyrészt azt, ha akarják, ha nem, be kell ismernünk, hogy a rendszerváltás legnagyobb vesztesei azok a cigányok. Ezt én merem mondani a saját tapasztalatomból, és közöttük is vannak számosan, akik dolgozni akarnak, legyen ez férfi vagy nő, de gondolják végig, hogy az, ami ebben a törvényjavaslatban van, amikor azt mondtuk az út a munkához, hogy ott a minimál bérnek megfelelő javadalmazást fizetünk. Tehát az, hogy valakit munkára akarok kötelezni, és munkára akarok szoktatni, ahhoz kell, hogy olyan anyagi körülményeket is biztosítsak, amiért azt mondja, hogy van értelme, hogy dolgozzak. Na de itt, amikor erről a törvényjavaslat, és sajnos a módosító indítványokból is, a garantált közfoglalkoztatási bér, ezt nem tudjuk, hogy ez micsoda. Na most, amikor, és ez amire hiszem, hogy önök is beszélnek, én meg kimondom, hogy amikor azt lehetett mondani, hogy ja hát minek dolgozzak, mert többet lehet kapni. Na most ennek ne a negatív, nézzük a pozitív oldalt. Tényleg lehessen többet kapni azért, ha dolgozik. De akkor, amikor többet dolgozik, akkor azért szerezzen nyugdíjjogosultságú biztosítási jogviszonyt is, meg a családja számára megfelelő ellátást. Én olyan pozitív példát is tudok mondani, hogy már látszik az, hogy kiment, hogy a portádat tarts rendbe. Tehát van, én merem állítani, hogy vannak sokan, akik akarnak tenni, de ehhez nekünk segíteni kell. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszállása következik. Vágó Gábor képviselő úr, LMP. Rendben, én a 31-es ponthoz szeretnék hozzászólni, de előtte Egyet Zsoltnak el szeretném mondani, hogy tisztázzunk valamit. Ugyanúgy az LMP, ahogy szerintem az összes párt itt a parlamentben azt szeretné, hogy itt az emberek a munkából élve, talán az offshore lovagokat éltető Rogán Antal nem, de a többiek azt szeretnék, hogy a munkából élve és a munkával kitörve ebből az állapotból építsük újra az országot. Itt senki nem mondta azt, hogy itt továbbra is emberek úgy éljenek tovább, hogy hátradőlve megvárják, amíg a postás hozza a segít. Az a lényeg, viszont, hogy olyan rendszert kell kialakítani, amely azokat az embereket, addig kiszorultak a rendszerből, azokat ráveszi arra, hogy részt vegyenek a rendszerbe, viszont azt nem lehet megengedni, amiket önök vizionálnak, hogy a munkahelyteremtés fő lényege, hogy majd a munkatáborokban, az őrtornyokban lesz elég munkahely. Ez elfogadhatatlan. Olyan munkahelyeket kell teremteni, ami a helyi gazdaságban, a helyi közösséghez hozzájárulva helyben teremt munkát és piacot is, ezáltal a vásárlóerő is növekedni fog. Ez itt a lényeg, és nem szabad elfelejteni, hogy közös a hajó, amibe elvezünk, és nem egymásra kellene mutogatni, tisztelt ellenzéki képviselőtársaim, hanem itt van előttünk egy olyan javaslat, amely mindenki számára itt ezen az oldalon elfogadhatatlan, és meg kellene nézni, hogy a módosító javaslatainkat hogyan tudnánk átverni azon a kormány többségen, amely még egyáltalán meg se szólalt ebben a vitában. Tehát itt látom én a problémát, hogy itt egymással itt szépen elvitatkozunk, miközben a kormány többség itt hallgat, és még meg sem
indokolják, meg sem érvelnek, nem is érvelnek azok mellett, a módosító javaslatok mellett, amivel sokszor sokkal durvábbá tették az eredetileg sem olyan finom törvényjavaslatot. Tehát, hogy kérem szépen tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, indoklással lássák el ezeket a módosító javaslatokat. Köszönöm a szót. Köszönöm, képviselő úr. Ismételten szeretném képviselőtársaim felé jelezni, hogy az ajánlási pontok megjelölésével szíveskedjenek a 2 perces felszólalásaikat megtenni. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, 5 normál időkeretben történő felszólalás várat még magára az elkövetkező időszakban, és azt gondolom, hogy akkor képviselő úr számára is egyértelmű lenne a válaszadás a kormánypárt részéről is, hisz vannak jelentkezők, csak éppen arra várnak, hogy megkapják a lehetőséget. Megadom a szót Göndör István képviselőnek, MSZP. 2 perces időkeret. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Valójában még az előbbit folytatom, de számos indítványhoz is mondhatom ezt. Tehát amiben vitatkozunk jobbikos képviselőtársainkban, hogy a szegénységben élőket nem lehet bűnbaknak tekinteni, és csak büntetéssel megregulázni. Azt gondolom, amikor közmunkáról beszélünk, és nyilván ezt önök is tapasztalták, hogy mi az út a munkához mellett eléggé elkötelezettek és elfogultak vagyunk, de azt hiszem, hogy ami most hiányzik, és kikerült a rendszerből, hogy és mi lesz utána? Egyrészt itt a módosító indítványokból is az látszik, hogy bizony nem a 21. századi körülményeknek megfelelő munkaviszonyokat és munkakörülményeket akarunk, hanem bocsánatot kérek, mert én ezt csak a nagyszüleimtől való hallomásból tudom, hogy valahol a 30 éves vagy a 30-as évek ínség munkájára emlékeztető körülmények, és erre nyit lehetőséget a módosító indítványok jó néhányika. Tehát azt gondolom, hogy itt mindenképpen az kell, hogy egyrészt rövid távon most az, hogy foglalkoztatás, de hosszú távon, képviselőtársaim, nincs munkahely. Tehát nincs meg, hogy hova léphet át. És ez sajnos egyetlen módosító indítványból sem tűnik ki, hogy mi lesz utána, mi a következő lépés. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő, tisztelt országgyűlés. Most visszatérünk a normál időkeretben történt felszólásokhoz. Megadom a szót Comba Sándor államtitkár úrnak, Fidesz képviselőcsoportjából. Köszönöm szépen a szót, közkívánatra akkor a legyen kormánypárti képviselő is, és ugye a helyemről beszélek, tehát mint egyéni országgyűlési képviselő szeretnék néhány gondolattal gazdagítani az eddig elhangzott információkat, és hát 1-től 33-ig, ha lehet, elnök úr, mert valószínű érinteni fog sok mindent, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy mihez szólok és mihez nem, mert ugye sok minden elhangzott ma már ebben a házban. Képviselőtársaim, szeretnék egy dolgot először is világosan láttatni. Szó sincs arról, hogy az elkövetkeződő időszakban kifejezetten csak nagy országos közmunkaprogramok keretében fognak több százezer embert foglalkoztatni. Nem tudom, honnan olvasták ezt ki az előterjesztésből. Nagyon fontos lába lesz az elkövetkezendő időszakban, hogy megtaláljuk azokat a lehetőségeket, ahol nagyon sok ember tudunk értékteremtő munka gyanán foglalkoztatni, de szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy a magyar munkatervet is olvassák el tüzetesen, alaposan. Azt is elfogadta a kormány, és a magyar munkaterv ugye arról szól, hogy hogyan lehet a Szél-Kálmán terv és a konvergencia program feltételeinek megfelelő foglalkoztatáspolitikai eszközrendszert működtetni. Így a kettőt együtt javasolnám, hogy gondolják át, és látszik azonnal, hogy hol van a közfoglalkoztatás nagyon fontos szerves része a foglalkoztatáspolitikán belül. És hogyha itt a kérdés az, hogy szükség lesz az elkövetkezendő időszakban a helyi alapokra a közfoglalkoztatásban számítani, legyen ez önkormányzat, legyen ez kistérségi társulás, hívjuk ezt szociális szövetkezetek, hívjuk szociális gazdaságnak, teljesen mindegy, minek hívjuk, ugye, van, ahol Ausztriában is jól működő,
szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ennek vastag lába lesz az elkövetkezendő időszakban a magyar foglalkoztatás politika tekintetében. Jó? Tehát ne ragadjunk le abba, hogy csak és kizárólag nagy horderejű, nagyívű közfoglalkoztatás, országos közfoglalkoztatási programok lesznek. Ugye Szűcs Erika jelezte, hogy a legfrissebb KSH adatok szerint nőtt a szegénységi küszöb alatt élők száma. Hát szeretném a legfrissebb KSH adatokban ugye azt is olvasta, hogy eközben azért a tavalyi év azonos időszakához képest a foglalkoztatottak száma a versenyszférában több mint 20 ezerrel nőtt. Tehát azért tegyük mellé, zárójelbe azt is, ami egyébként nagyon fontos üzenet a foglalkoztatás helyzetének szempontjából. Képzés fontossága, tessenek nézni, az idei évre több mint 4 milliárd forint van, kifejezetten közfoglalkoztatás hoz kapcsolódó közmunkaprogramok keretében képzésre elkülönítve. Tehát, hogy fontos-e a képzés, az nem kérdés, nem volt kérdés. Többször jeleztük, hogy nagyon lényeges, hogy ne úgy lépjen ki valaki a közmunkából, mint ahogy belépett. Tehát legyen ugye lehetősége arra, hogy képzésbe részt vegyen. Berta Szilvia, ugye képviselőtársunk itt az álláskeresési járadék idején nem lesz ideje az illetőnek majd munkát keresni. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a munkaügyi szervezetbe, ha valaki be fog érkezni, akkor az elsődleges mozdulat az lesz, hogy van-e a versenyszférában munkahely. Nem a közmunka szobába fogják küldeni az illetőt először, hanem van-e munkahely. Ha nincs munkahely, akkor nézzük meg annak lehetőségét, hogy közfoglalkoztatásba lehet-e, és nem a segélyt megállapítani és viszontlátásra, mint ahogy eddig volt. Tehát szeretném a figyelmet fölhívni, hogy akinek lejár a járadékos ideje, vagy bejön a munkaügyi szervezetbe, akkor ő először a versenyszférába fog állás lehetőséget, ha van lehetőség fölkínálni, és utána a közmunka program keretében. Ez egy nagyon lényeges kérdés, én úgy gondolom. Differenciálni kell, ez több helyről elhangzott. Folyamat, még egyszer, kedves Szűcs Erika, ugye hangosan jelzi itt, hogy melyik ajánlási pont. 1-től 33-ig, kedves képviselőtársam, úgy gondolom, hogy elég fontos üzenet van. Tudom azt, hogy ön egyébként nagyon szívesen monitoringozta volna még tovább azt a nagy semmit, amit kitalált, de ne menjünk ebbe a dologba bele. Én szeretném, ha értelmes vita folyna a magyar parlamentbe, mert nagyon lényeges kérdésről van szó, úgy gondolom. Tehát a differenciálás. Ugye főiskolát, egyetemet végzett, vagy érettség, úgy itt a Jobbik több esetben jelezte ezt a problémát. Nyilván mi is érzékeljük, tudjuk azt, hogy miről van szó. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a mostani futó közmunkaprogramban is, és általában is megvan a lehetőség arra, hogy ne csak a kétkezi fizikai munka, hanem olyan munkába is húzzunk be embereket, vonjunk be, akik adott esetben nem a kétkezi munka kell hozzá, hanem középfokú végzettség vagy felsőfokú. Tessenek elolvasni alaposan a tervezetet. Itt nem a közmunkás minimálbér van plafonnak beállítva. Nem véletlenül a minimálbér van beállítva a középfokú, felsőfokú végzettség esetében. Tehát ez egy fontos kérdés, és ezt az általános vitában is jeleztük, ugye, hogy ez egy lényeges dolog. Segíteni a helyi gazdaságot, ugye erről már beszéltünk, az, hogy az álláskeresési járadék ideje, szeretném fölhívni a figyelmet, hogy jelen pillanatban is az átlag álláskeresési járadék időtartama 90 nap alatt van. Tessenek megnézni a statisztikákat, a jelenlegi álláskeresési járadék átlagos ideje 90 nap alatt van. Egy családban egy rát ugye jelezték ezt a problémát, hát bizony jó lett volna, ha másik tudott volna dolgozni, de nem tudott. Tudják, mit csináltak ezzel a szabállyal? Szétváltak papíron, meg elköltöztek a családok, ugye azért, hogy a segélyre vagy a ellátásra jogosultságot szerezzenek. Hát nem ez a megoldás természetesen, és nem is ezt szeretnénk támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, 2 perces felszólalások következnek. Elsőként megadom a szót Szűcs Erika képviselőasszonynak, az MSZP képviselő. Köszönöm szépen, bocsásson meg, államtitkár úr, de önök, a kormány tagjai hoznak bennünket nagy zavarba. A bizottsági ülésen a BM képviselője 300 és 600 ezer embert jelzett, meg kell nézni a jegyzőkönyvben, mint aki országos közmunkába fog részt venni. 2. Ön azt mondja, hogy hát ugye milyen butaság az, hogy egy családban csak egy rátos lehetett,
egyrészt megmaradt a szabály, másrészt ennek meg volt az indoka, mert mi 8 órás közfoglalkoztatást finanszíroztunk, és pontosan a nyílt munkaerőpiaci torzító hatásoknak a tompítása érdekében gondoltuk úgy, hogy ne rendezkedjenek be családok arra, hogy mindenki közfoglalkoztatásban lesz, egy embernek lehetősége van, mert mi olyan társadalompolitikai célt tűztünk ki, hogy mindig minden családban legyen legalább egy 8 órás kereső, mert az életvitel és a jövedelem szempontjából ez egy alapvető dolog. Az önök egész programjából ez a nagyon fontos cél teljes mértékben hiányzik. Tehát megtartották ezt az elvet, és ez jó elv, ha mellé a közfoglalkoztatásban ilyen típusú garanciális elemek társulnak. És azt gondolom, hogy a 90 napot sem tudom most értelmezni, amit ön mondott, mert éppen a BM képviselője azt mondta a bizottsági ülésen, hogy 180 nap a 270 maximálissal szemben az átlagos álláskeresési járadékot. Nem tudok mit mondani önnek, benne van a bizottsági jegyzőkönyvben, ön most állíthatja az ellenkezőjét, engedje meg, hogy én ne döntsem el, hogy kinek van igaza, talán önöknek kellene összehangolni ezekben az esetekben az, hogy milyen adatokat közölnek a képviselőkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm. 2 perces felszólása következik, Berta Szilvia képviselőasszony. Köszönöm a szót, elnök úr. Comba Sándor államtitkár úrnak szeretném jelezni, hogy a járadék az nem segély. Tehát itt a kormány részéről folyamatosan megy ez a ferdítés, hogy a járadékot segélynek titulálják. A járadékra járulékkal szereznek jogosultságot, amit előtte befizetnek az évekig vagy évtizedekig tartó munka viszony ideje alatt. Tehát azért ezt ne keverjük össze. A másik, hogy itt elhangzott, hogy megy a munkaügyi központba, és akkor ott először majd álláslehetőséget kínálnak neki, piacit, és ha az nincs, akkor majd közmunkát. Tehát azért meg kéne adni a lehetőséget, hogy önállóan is munkát keressen, hogy ne csak olyan lehetőségei legyenek azoknál a cégeknél, akik bejelentkeznek a munkaügyi központba, mert azért ez nagyon leszűkíti a kört, illetve a vállalható munkáknak a színvonalát is. Tehát azért ennyi felnőttséget és önállóságot feltételezünk már egy adott esetben évtizedek után munkanélkülivé váló emberről, hogy megpróbáljon a piacon egyedül is önálló a munkát keresni, és ne az legyen, hogyha ő nem fogadja el, amit a munkaügyi központ felajánlott, akkor rögtön közmunkára kelljen mennie. Tehát azért ez egy alapvető tétel. Köszönöm. Köszönöm. 2 perces felszólással megadom a szót Comba Sándor államtitkár úrnak. Önnél szó. Bocsánat, nem szeretném gerjeszteni a vitát, de a tények 300 ezer meg 600 ezer, annyiféle fajta szám jelen pillanatban Magyarországon. 300 ezer ember van nagyságrendileg, aki bérpótló juttatásban részesül, tehát valamiféle ellátása van. Ezeknek az embereknek kellene elsősorban munkalehetőséget biztosítani. A 600 ezer ugye az általában a regisztrált álláskereső. Több mint 250 ezer olyan regisztrált álláskereső van a munkaügyi szervezetben, aki semmilyen ellátást nem kap, talán emlékszik rá, ugye, hogy kik ők, akik ugye ezt a fajta támogatási lehetőséget kérik. Tehát magyarul nincsenek elbeszélve egymás mellett a számok. Nagyságrendileg 300 ezer ember az, aki várna arra, hogy akár közmunka, akár az elsődleges munkaerőpiac keretében minél előbb munkához jusson. Álláskeresési járadék és a segély ugye különbözetét, hát ugye elhiszi nekem, kedves képviselőtársam, hogy tudom azt, hogy mi a kettő közt a különbség. Egy nagyon lényeges dolog van, a 180 nap az a jelen pillanatban az átlag, a tartós munkanélküliek átlaga. Tehát 180 napig vannak általában a munkanélküliek, ugye a tartós munkanélküliek ellátásban. De ez nem az álláskeresési járadék időt jelenti, kedves képviselőtársaim, az álláskeresési járadék átlagos ideje az 90 nap, vagy 90 nap alatti, hiszen az emberek többsége nem 5-10 év munkaviszony után érkezik az ellátórendszerbe, hanem egy vagy két esztendő után, és ugye egy év után, jelen pillanatban is, ugye 5 munkanap után jár egy járadékos nap, tehát ki lehet számolni, hogy mit jelent ez. De ami nagyon fontos, és az előbb nem tudtam itt reagálni a Berta Szilvia, hogy a vállalkozók kirúgják majd a közmunka. Isten őrizzen, hogy ez történjen. A foglalkoztatáspolitika egyik legfontosabb része az, hogy úgy kell a közmunkát működtetni, hogy az elsődleges munkaerőpiacon ezáltal ne csökkenjen a foglalkoztatotti létszám. Ezen dolgozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. 2 perces felszólása következik. Volner János képviselő úr, Jobbik.
Köszönöm szépen. Én készséggel elhiszem államtitkár úrnak, hogy államtitkár úr tisztában van az álláskeresési járadék és a segély különbözőségével. Azonban a kormányzati kommunikáció ezt a két fogalmat rendszeresen egybe mossa. Berta Szilvia képviselőtársam arra tett tanú bizonyságot, hogy ezt érdemes lenne itt is külön választva kezelni. Államtitkár úr, valamit szeretnék tisztázni, hogy mit is kifogásolunk mi egészen pontosan. Normális esetben szerintünk úgy kellene, hogy működjön a kormányzás, hogy először elkészülnek a háttértanulmányok, hatástanulmányok formájában vizsgálja a kormány azt, hogy az intézkedései, amelyeket a törvényhozáson a kétharmad segítségével gyorsan keresztül képes venni, milyen hatásokkal járnak, elkészülnek azok a tanulmányok adott esetben a közfoglalkoztatást illetően, amelyek feltérképezik a jelenlegi állapotokat, erre egy megfelelő gyógymódot jelentve kidolgozzák aztán a későbbi kormányzati programokat. Csak idézni szeretnék képviselő úr arról, hogy pontosan mi is volt itt a menetrend. 6. hó 10-én lett benyújtva az előttünk fekvő törvényjavaslat, 2 héttel később jelent meg a kormány.hu oldalon, egyébként én elolvastam és részletesen is feldolgoztuk ezt a szakmai kabinetünk segítségével, ez a bizonyos magyar nemzeti munkaterv, különösen egyébként a mellékletét találtam tanulságosnak a nemzetközi példákat, én szerintem ez egy korrekt jó szakmunka volt, amit a kormányzati apparátus végzett, csak azt látom az egészből, hogy később készülnek el a tanulmányok, mint ahogy elkészült volna a törvény. Normális esetben a törvényszövegét annak alapján kellett volna elkészíteni, amit a tanulmány tartalmaz. Ez kellett volna, hogy legyen a szakmai alapja annak, amit aztán később a jogászok a minisztériumban lekodifikálnak. Én tehát inkább abba az irányba tolnám el a kormányzati munkát, hogy először gondoljuk végig, mit szeretnénk, aztán későbbiek folyamán törvénykezzünk. Mert ebből nem nagy tempó lesz, hanem kapkodás és rossz törvény. Köszönöm szépen. Köszönöm. 2 perces felszállásra megadom a szót Berta Szilvia képviselőasszonynak. Köszönöm a szót, elnök úr. Ismét államtitkár úrra reagálnék. 2 pontra. Az egyik, hogy eddig is az átlagos ellátási idő az 90 nap alatti az álláskeresési járadékban. Akkor mi szükség volt ezt külön törvényben lefektetni, hiszen ezáltal csak attól a néhány embertől, aki hosszabb időre lenne jogosult, hiszen hosszabb volt a munkában töltött jogviszonya, tehát jogos az, hogy hosszabb időre lenne jogosult, csak őket fosztják meg egy hosszabb idejű ellátástól adott esetben, tehát pont azokat, akik egyébként kiérdemelték ezt. A másik, amire reagálnék, hogy hát nagyon dicséretes és nagyon örülünk, üdvözöljük ezt a célt, hogy azon dolgoznak, hogy a közfoglalkoztatási program ne szüntessen meg piaci munkahelyeket. Tehát ez a törvényjavaslat jelen pillanatban sajnos pont ebbe az irányba mutat, tehát ezt nagyon üdvözöljük, csak akkor még egy kicsit más irányba kéne dolgozni. Köszönöm a szót. Köszönöm, képviselőasszony. Felszállása következik Göndör István képviselő úr. Az MSZP képviselőcsoportjából. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Akkor most már egészen konkrét javaslatokról. Tisztelt államtitkár úr, számomra furcsa, és ha megvilágítja, akkor lehet, hogy én tévedek. Számomra kedves és szimpatikus az 5-ös és 6-os pontban, amikor az erdőgazdálkodókról szóló, tehát egyik a Gőgös Ficsor Pál Béla képviselők által benyújtott indítvány, ahol azt mondja, hogy az erdőtörvényből fakadó közfeladatok, a közjóléti intézkedések ellátása, tehát ebben ez a legtágabb véleményem szerint. Ennél kicsit szükebb, de ugyanígy támogatható lenne Bödecs Barna, aki ugyancsak arról beszél, hogy erdőtelepítés az erdő létesítésének támogatása ebben a törvényjavaslatban. Ennél lényegesen szűkebb Spaller képviselő úrnak a, egyébként jó a javaslat, csak ő csak a közjóléti célú dolgokról beszél, ez egy rendkívül szűk. Nem tudom, hogy miért. Én vidéken élő emberként, és tudom, hogy milyen sok ember lehetne foglalkoztatni, és próbálnak is foglalkoztatni, ebben segíthetne, és ennyiben még össze is cseng az agrárium kérdésével a foglalkoztatás, mert olyan területre adunk lehetőséget, ami közérdek, hogy növekedjen Magyarországon az erdőállomány, és megvalósuljon, és ezért mondtam, hogy fontos, amit Spaller képviselő úr mond, hogy a közjóléti célok, de ennél
szerintem sokkal korrektebb lenne, ha az erdőtörvényből fakadó feladatokat vennénk. Ebbe a telepítés, a gondozás, az erdő tisztántartása, tehát minden belefér. Én elfogadom, hogy kormánypárti képviselőket, csak akkor én tisztelettel azt kérném, hogy a kormánypárti képviselők csináljanak egy olyan kapcsolódó módosítót, ahol a kormány által támogatott négyes a közjólétű cél és maga az erdő törvényből fakadó feladatok együtt egymás mellett megférnek. A következő a 9-es és 10-es. Képviselőtársaim, itt a házban más törvények kapcsán is nagyon sokat beszélünk arról, hogy az országban jól kitapinthatók azok a hátrányos helyzetű térségek, ahol nagyon sok szegény ember él, nagyon rosszak az elhelyezkedés körülményei, hogy ezeken a területeken segíteni kellene. Az, hogy Gúr Nándor, Szűcs Erika, Varga László és Sós Tamás képviselő urak azt mondják, hogy